A projekt keretén belül egy több évtizedes probléma oldódik meg Nyíregyházán. Nagyobb esőzések idején a belvíz milliós nagyságrendű károkat és súlyos közlekedési akadályokat okozott. Ennek megoldására az önkormányzat 2013-ban elkészítette Nyíregyháza város komplett belvíz és csapadékvíz elvezetési koncepcióját. Ebbe illeszkedik bele ez a pályázat is, amely Nyíregyháza 4 területén valósul meg. A Tünde utcán, a Lújza Alma utca területén, a Malomkertben, ahol a beruházás befejeződött, és október 13-ával megtörtént a műszaki átadás átvétel, és a Tüzér utcán. Itt 2016. július 27-én megindultak a kivitelezési munkálatok, a meglévő csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése megtörtént. Nagy keresztmetszetű műanyag csőcsatornák kerültek beépítésre több mint 500 méter hosszan. Kialakításra került 10 darab tisztítóakna és a nyílt medrű árkok visszatöltése is, melyhez több száz köbméter föld megmozgatására volt szükség. A beruházással érintett és felbontott útpálya szerkezetek helyreállításra kerültek. Így a műszaki átadás átvétel 2016. október 25-én sikeresen határidőben megtörtént. Itt tartott helyszíni szemlét dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza megyei jogú város polgármestere, aki elmondta, elégedett a látottakkal. Az a probléma, több évtizedes probléma, amit a csapadékvíz elvezetésnél jelentkezett, az megszűnt. Láthatjuk, hogy az árkot betemettük, 120 cm átmérőjű korszerű műanyag csőrendszer van, 10 aknával megépítve, és ez nem csak azt jelenti, hogy innentől kezdve ez a mélyfekvési terület többet nem lesz olyan állapotban, mint az esőzések után évtizedekig volt, hanem építjük a rendszer tovább, ez majd tavasszal megy az Alma-Lújza Tünde utcán át, ilyen korszerű vezetékkel, és ez az egész városrész csapadékvíz elvezetése ilyen formán meg lesz oldva. A 4 területből már 2 helyen befejeződtek a munkálatok, a Tüzér utcai szakasz rekonstrukciója mellett már a Malomkertben is lezárult a kivitelezés. Ott a megvalósult 4 darab vasbeton szerkezetű záportározó blokk több mint 330 köbméter csapadékvíz tárolására alkalmas. A záportározó blokk csapadékvíz elvezető rendszerbe történő rákötése és a terület helyreállítása megtörtént, így a 2016. október 25-i határidőt megelőzően átadásra kerültek a beruházással érintett parkolók az ott élő lakosok számára. A Lújza utca, Alma utca és a Tünde utca területére a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. Ott a kivitelezési munkálatok 2017 tavaszán kezdődhetnek meg, és várhatóan 2017. augusztusában fejeződnek be.